A Diós két játékosa, Ugrai és Busai kikerült a DVTK első csapatának keretéből. Ők a tartalékokkal edzhetnek ezután. Ez is elhangzott a szombati MTK elleni MB1-es labdarúgó mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. A Diós Győriek egy ponttal jelenleg a 11. helyen állnak a bajnokságban, ezért nagyon kellenének a pontok annak érdekében, hogy a csapat előrébb lépjen a bajnoki tabellán. A DVTK ezúttal is győzelemre tör, jelentette ki Fernando Fernandez. A vezetőedző azt mondta, hogy hisz a munkában, amit eddig elvégzett a csapat. Fejlődni, mindenkinek harcolnia kell a pályán és el kell kerülni az olyan könnyű gólokat, amiket eddig kaptunk, hangsúlyozta a DVTK mestere. Az MTK az egyik legjobb csapat az mb 1 ben rövid passzos támadójátékot játszanak, próbálják megtartani a labdát, ami ellen meg kell találnunk a megfelelő választ. Három pontért utazunk Budapestre, olyan szituációkkal készültünk a mérkőzésre, amelyen megnyerhetjük a mérkőzést, mondta Fernando Fernández, a DVTK vezetőedzője. Az MTK Budapest FC DVTK MB 1-es labdarúgó mérkőzés augusztus 11-én szombaton 19 óra 30 perckor kezdődik Budapesten a Hidegkutinándor stadionban.